egész kicsi gyerekkorom óta már ezt a piaci munkát már szívesen csináltam és szerettem, mert 5. koromban mondom már egy nagy szegély paradicsomot önállóan eladtam, ki tudtam számolni, hogy gyorsan mennyi jár fejbe, gyorsan mennyi jár érte, és szerettem, már akkor szeretem csinálni, és azóta is ezt tényleg folytatom, már nyugdíj mellett kell, hogy szükség van a kiegészítésre, szeretem az embereket, azokkal udvariasan kiszolgálni, becsületesen megmérni a dolgokat, és akkor szeretnek a vásárlók, és visszajárnak hozzám, úgyhogy sokszor elbeszélget az ember, még olyan sok barátot lehet is szerezni, és úgyhogy hát egy kicsit furcsa, hogy el kell menni, de az újat is majd reméljük megszoktuk. És úgyhogy, hogy mondják, hát mondom, elég sok hosszú éveket küzdöttünk itt a meleggel, a hideggel, úgyhogy ez ilyen. És tényleg már most, míg a vevők is mondták, hogy bejönnek el a csarnoktól, meg tőlünk, de mondjuk, hogy majd jöjjenek oda, mert ugye hogy csak folytatjuk az új, vagyis már az idéglenesbe, aztán meg reméljük, ha élni maradunk az útba is, hogy ennyit tudok. Köszönöm. Jó? Szépen. Meg kell élni, és tudomásul kell venni, hogy szép új piacunk lesz, tehát valami áldozatot hozni kell. Anyagilag ugye bár egy kicsit rosszabb lesz, meg a körülményeket is, de meg kell vállalni azt, hogy a szép. Milyen érzések vannak bennem ezzel kapcsolatban. Semmi gondom nem volt, szinte senkivel sem. Hát ez az életünk. Mióta tetszik itt tárolni? 15 éve. És mit tetszik szólni ahhoz, hogy itt lebontják a csalmat? Hát szomorú vagyok. Szomorú vagyok. Mert ez itt nekünk nagyon jó, de hiszem, hogy nagyon sok valakinek ez a véleménye, hogy nagyon jó. És megfelelt, mert azért már egy ez nekünk nagyon megfelelt a termelőknek, mert a termelők egy nagyon luxus piacot nem tudnak megfizetni mostani áron. Mert amikor az felépül, az úgyse ilyen fog lenni. És nem ennyi fog lenni a helybíz, és az áru meg nem lesz drágább ott sem. Én nekem ez az egyedi véleményem, de hiszem, hogy nem maga vagyok. Én már 70 éves vagyok, engem nagyon már nem érint, de aki utána jövő korosztály, azt érinti, mert az még szeretne itt élni tovább. Hát aranyos, ennyi a véleményem. Köszönöm szépen. Kérem szépen.
nyalan is. Aztán nagyon rosszul érzik, minden ember magát, hogy innen el kell menni. Megszoktuk, évtizedek óta itt vagyunk aranyos. Aztán, hát, hogy az új csarnok milyen lesz, nem tudjuk, de itt már megszokott levőkörünk volt. És mindenki szeretett lenni. Van esetleg valami emléke, ami ide köti? Hát, kedvesem! Úgy fedett helyen vagyunk télen-nyáron aranyos, ez egy nagyon nagyon. Hát emlék, sok ilyen áruló társam volt, de már kiöregedtek a sokan. Elmentek, újak vannak, de szeretjük egymást is. Ennyi. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen kedvesem. Sokkal jobb volt a rákok. Mert mi nyugdíjas, csak úgy hobbiból csinálom a kertétkedést, de nekem ez nagyon jó volt, hogy volt. És eszembe jut Arany János egyik sora, hogy most már majd elmondhatjuk, ami volt, az nincs már. Ami jó volt, elmúlt. Más pennával én a sorsunk balra fordult. Szóval Debrecennek sokáig nagyon jó volt. És örültünk neki, mert sok kis pénzű ember idejött bevásárolni, hogy akinek volt egy kis kertje, volt egy kis feleslegje, idehozta eladni, és mindenki boldogult, mindenki meg volt elégedve, város központjában van, könnyen elérhető volt. Parkolóhely is úgy, ahogy kialakult. Szóval szeretünk ide járni. Meg ami másik, ami miatt sajnálom, olyan jó társaság verődött itt össze, már itt a eladó körében is, hogy még ha árunk nem volt, még ha szívesen kijöttem ismerősökni, beszélgetni, és nagyon sok mindent megtudtunk egymásról, a világról, az eseményekről. Az ember ki tudta borítani a gondolatait, lelki világát kiteregetni. Jönnek idős nénik vásárolni, látják, hogy a bácsi olyan hangulatos ember, megállnak egy kicsit, elbeszélgetnek vele, egy negyed órát kiskurálgatjuk, hogy jaj, ne haragudjon már, hogy fenntartottam, fiatal ember, mondják nekem, ugye, hát túl vagyok a 70-en, de olyan jó volt beszélgetni, nincs nekem senki már otthon, egyedül szóval, sajnálom. Én nem bánnám, ha maradnak inkább. Lehet, hogy majd az új szebb lesz, nagyobb lesz, higiéniásabb lesz, kellemesebb lesz, esetleg vásárlás szempontjából is jobb lesz a választék, de hogy anyagilag nekünk sokkal többbe fog kerülni a helyet, de úgyhogy bízunk benne, hogy azért csak megoldódnak a problémák, meg lépni kell, a tudomásunk kell lenni a fejlődést, de szívünk szerint kinyilatkozhatjuk, hogy mi jól érezzük itt van. És örültünk, hogy itt volt, itt lehetünk benne. Hát én már ugye 14 éve, hogy nyugdíjban vagyok, azóta ide járok, mert kitelik az időből, meg hát csak annyit termelni, ami nekünk kell. Nem lehet. Ha választékot akarunk, akkor egy többet termelünk, ide is jusson, meg azt így még a kocsit is fent tudom tartani, meg így benzinre való, árul az embernek. Annyi olyan régi ismerőssel találkozunk itt, akivel különben sose látnám már egymást, Csiralom völgyben.